Az óvodások ismét jól felkészültek erre a napra. Volt olyan csoport, akik nem csak egy nagy bábut készítettek, hanem minden kisgyerek kezébe jutott egy kisebb is. Így az igazi a kiszézés. A hagyományt évek óta éltetik az óvodában. Farsang farkához közeledve egy régi néphagyományt elevenítünk fel ma, a kiszézést. Bizonyára már a csoportotokban ti is beszélgettetek erről a népszokásról, valamint kiszebábot is készítettetek. A kiszebáb eredetileg egy menyecskének öltöztetett szalmabáb volt, mely a telet, a hideget, a rontást, a betegséget, a félelmet, úgy általában a rossz dolgokat jelképezte. A szokás lényege az volt, hogy a kiszebábot körbehordozták a faluban énekkel, zajos hangkeltéssel, a végén pedig elégették, vagy vízbe dobták. Ugyanis a hagyomány szerint, ha a bábokat elégetik vagy vízbe dobják, az emberek megszabadulnak minden bajuktól, bánatuktól. Ezzel hívták, várták a tavaszt, helyt adva az egészségnek, a megújulásnak. Hát látom, most már nagyon sokan ti is elkészítettétek a kiszebábjaitokat. Eredetileg mi is el szerettük volna égetni kint az udvaron, de sajnos az időjárás közbeszólt. Ezért most jelképesen a kiszebábjainkat folyóba fogjuk vetni. El is indultak a csoportok énekekkel, hangos zajjal, és a folyó partjához érve vízbe vetették kiszebábjaikat. A mai nap a farsang utolsó napja, és ilyenkor a csoportok levonulnak a tornaterembe, nagy zaj csapnak, énekelnek és előzik a telet. Mikor farsang vége van húshagyókkel, az emberek kiszebábokat készítenek, és vagy a tűzbe, vagy a vízbe, vagy azt játsszák el, hogy meghalt a tél, így szabadulnak meg a téltől. Nagyon várom, és hogy akkor jön a húsvét nyuszi, és én az egyik tavaszkóta kaptam egy vadi új biciklit is. És most még hó esik, de mi változik meg tavasszal a természetben? Az, hogy nőnek a virágok, meg hogy meleg éles idő van. A kiszézésről mindent tudnak az apróságok, ahogy hallhattuk, és bizony már nagyon várják a tavaszt.